Különleges hangulatú kiállítás vette kezdetét ma a Híres Agórában. A meghívott gyerekek megérkezésüket követően azonnal ki is használták a lehetőséget, és kézbe vették a hangszereket. A hangfoglaló program és a Hangszeresek Országos Szövetsége közös Hangszert a kézbe címet viselő rendezvénye már harmadik alkalommal érkezett Kecskemétre, hogy játékosan megismerjék a gyerekek a hangszereket. A Hangszert a kézbe kezdeményezés már nem ebben az évben, hanem több esetben is járt itt nálunk Kecskeméten. Hatalmas örömmel fogadjuk őket, és látva a regisztrált gyerekcsoportokat, akik érkeznek és kihasználják ennek a programnak a lehetőségeit, látható, hogy csodálatos eredményeket hoz. A mai megnyitón Bajnai Zsolt a program szervezője, Nemes Dóra az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, Cselőtei László az NK hangfoglaló program kollégiumának vezetője, és Barta Dóra köszöntötte a résztvevőket. A megnyitón elhangzott lényeg, hogy a gyerekek barátokat találjanak a hangszerekben, hiszen a zene önépítő és önkiteljesítő tevékenységet is végez. Mint mondták, Magyarországon van az egyik legtöbb könnyű zenei formáció, azonban oktatásban nincs lehetőségük ezt tanulni a gyerekeknek mindenhol. 2016-ban kezdtünk azon gondolkodni, hogy a könnyű zenei oktatásnak, illetve az egész könnyű zenei támogatási rendszernek a nulladik lépése hiányzik, az, hogy felhívjuk a gyerekek, kevésbé gyerekek figyelmét arra, hogy lehetne hangszereket használni, kipróbálni. És ugye már akkor is olyan volt a helyzet, hogy egyre kevesebb volt a hangszer volt Magyarországon. 7 szekcióban közel 140 hangszer és eszköz található. A kiállítás sorozat 260-262. Kiállítási napján fogadja az érdeklődőket. A programra nem csak a fiatalokat, hanem az időseket is várják, mivel a zenével bármilyen korban lehet foglalkozni.